A Karcagvárosi Önkormányzat 2023-ban nyerte el pályázat útján a Látópont címet. A téma kapcsán az ország több pontjából, köztük Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar-Vár megyéből érkeztek pedagógusok, közművelődési szakemberek, intézményvezetők, a Nemzeti Művelődési Intézet dolgozói városunkba. A program részeként a vendégek, a testvérvárosok és Karcagvárosi Önkormányzat is bemutatkozott a rendezvényközpontban. A Nemzeti Művelődési Intézet írt ki egy pályázatot, amelyet Karcagváros önkormányzata még az előző évben megpályázott, és meg is nyerte ezt a lehetőséget, hiszen egy látópont pályázat került kiírásra, és megkaptuk ezt a címet, tehát Karcag is egy látópont az országban. Ez azt jelenti, hogy olyan programokat mutathatunk be, és olyan programokon vehetünk részt, amelyek egy kicsit túlmutatnak a határainkon, egyrészt a város határain, másrészt pedig természetesen az ország határain is, és ezeket a jó gyakorlatokat lehet gyakorlatilag bemutatni egymásnak, az ebben résztvevő településeknek. Polgármester úr hozzátette, hogy erre az eseményre meghívást kaptak azok az országos települések, akik jelentkeztek erre a pályázatra, tehát tagjai ennek a látópont közösségnek. Karcag városának kiemelten fontos a testvérvárosi kapcsolatok fenntartása is, így az eseményen részt vettek településünk magyar nyelvű testvérvárosai is. Erdélyből Székelykeresztúr, délvidékről Bács-Kossuth-falva és felvidékről Szepsi delegációja is meghívást kapott a rendezvényre. Az esemény nyitásaként Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és a testvérvárosok képviselőit. Mondhatom azt már, hogy családi, baráti kapcsolatok is kötik össze a településeket, hiszen a kezdő önkormányzati kapcsolatok, az oda-vissza történő látogatások során olyan családi szálak kerültek kialakításra, hogy most már a polgárok, a karcagi polgárok és a testvérvárosokban lakók is előszeretettel látogatnak egymáshoz. Polgármester úr köszöntő gondolatai után a meghívott vendégek is bemutatkoztak egymásnak. Pár szót ejtettek arról, hogy honnan érkeztek, mivel foglalkoznak, és miben látják a jelentőségét ennek a találkozónak. Székelykeresztúr és Karcag között már több évtizede fennáll a testvértelepülési kapcsolat. Koncz Hunor János, a város polgármestere elmondta, a látópont kezdeményezés a fiatalok megszólítását, a helyi közösségek összetartását, valamint a hagyományok megőrzését és továbbadását támogatja Kárpát-medencei szinten. Hozzátette, hogy büszkék arra, hogy ők is részesei lehetnek ennek a szakmai együttműködésnek, amely a jövő generációit is igyekszik bevonni a közösségi életbe. Azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok elsősorban azért nagyon fontosak, hogy az egy magyar nemzet részeiként tudjuk kellően megünnepelni és kellően tartani azokat a kapcsolatokat, amelyeket a fizikai határok valamikor ugye szétválasztottak. Viszont mindamellett, hogy ezeket rendszeresen össze tudjuk hozni, hogy hol a mi városnapjainkra, vagy akár disznótoros eseményekre meghívjuk a testvértelepüléseinket. Úgy az itteni helyi hagyományőrző eseményeken is szívesen veszünk részt, ahová gyermekeket, sportolókat, kulturális intézmények, kulturális képviselőket is el tudunk hozni, és az is nagy öröm, amikor hozzánk Székelykeresztúra jönnek ugye kulturális képviselők, mert a kultúrákat oda-vissza egy picit ütköztetni kell, hogy igenis lássuk, és tudjuk azt, hogy ki milyen módon éri meg a mindennapokat. Számomra személy szerint ez nagyon fontos, hogy a kultúránkat, azokat a hagyományainkat, amelyek őseink által ránk maradtak, ezeket tudjuk tovább éltetni és továbbadni a következő nemzedékeknek. Németh Klaudió Bács-Kossuth-falváról érkezett a találkozóra. A MOFISZ ifjúsági tanács elnökeként tevékenykedik a délvidéki településen. Elmondta, a két település között 1994 óta áll fenn hivatalosan testvértelepülési kapcsolat. Szerintem különösen fontosak az ilyen események, hiszen ezek a tapasztalatcserék, kapcsolatépítések mind azt segítik elő, hogy a határon átívelő kapcsolatok tudjanak fejlődni, jó időtöltést tudjanak szervezni, és egymást fejlesszék ezáltal a települések, hogy ismertetik egymás bajait, egymás megoldásait és egymás fejlesztéseit. Krusinski Norbert Szepsi város alpolgármestereként vett részt a látópont találkozón. Szepsi és Karcag
története még azelőtt kezdődött, ahogy én képviselő lettem és alpolgármester, hisz a beszédben is elhangzott, hogy időtálló kapcsolatok és barátságok jöttek létre ezekből a testvérvárosos, úgymond oficiális részekből, így barátságok város közt, önkormányzati képviselők közt, polgármesterek közt, de ugyanúgy az emberek közt is. Én örülök neki, hogy mind új képviselő, így 9 éve tudtuk folytatni ezt a testvérvárosi kapcsolatot olyan szinten, amilyen előtte volt. Én örülök annak, hogy új képviselőkkel, új polgármester úrunkkal tudtunk itt, lehet mondani, évente megfordulni Karcagon, lehet többször is, és örülök annak is, hogy a karcagiak is fel tudnak jönni minden éven Szepsiben. Örülök annak, hogy sport, örülök annak, hogy a kultúra terén is, és ugyanúgy a diákokkal is már részt tudtunk venni Karcagon több rendezvényen. Városunk a testvérvárosi kapcsolatait mint jó gyakorlat mutatta be ezen a találkozón, ahol a résztvevők közvetlenül megtapasztalhatták, hogy a város és a jelenlévő testvértelepülései hogyan tudják ezt a több évtizedes jó együttműködést továbbépíteni, fejleszteni. A résztvevők megtekintették továbbá többek között a Karcag Kincsen Művészeti és Konferencia Központot, a Life házat, a Ligetúti Sportcentrumot és az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőt is.